Köszöntöm a kedves nézőket rendkívüli híradónkban. Orosháza város újratelepítése 270. évfordulójának emlékére a hagyományoknak megfelelően az evangélikus templomban tartották a városalapítási ünnepséget. Ezt felvételről láthatják a következő percekben. A híradó után kommentár nélkül című műsorunkban pedig az orosházi fúvós zenekar előadásában a 45. városalapítási hangversenyt láthatják. Jó szórakozást! Tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket az Orosháza település alapításának 270. évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen. Köszöntöm a megjelent kitüntetetteket és hozzátartozóikat. Külön köszöntöm Ördög Endre igazgatólelkészt az Evangélikus Egyházközség képviseletében. Dr. Laurinyec Mihály kanonok, Esperes plébános, a Jézus szíve plébánia képviseletében. Szalkai Róbert református lelkész, a Református Egyházközség képviseletében. Farkas Zoltán urat, a megyei közgyűlés elnökét. Zalai Mihály, alpolgármester urat. Dr. Durainé, dr. Nikolics Nikoletta, aljegyzőasszonyt. Lustyikné, dr. Papp Anikót, a Békés megyei kormányhivatal orosházi járási hivatala vezetőjét, Szűcs Gézánét, a Kléberszter intézmény fenntartó központ orosházi tankerülete igazgatóját, Szűcs Sándor urat, Zomba polgármesterét, Szent Tamás képviseletében Zorán Mladenovics polgármester urat és Ifjú Zoltán urat, az oktatásért és kultúráért felelős tanácsnokot. Tisztelettel felkérem Zalai Mihály alpolgármester urat ünnepi beszéde megtartására. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt orosháziak! 270 évvel ezelőtt, Szent György napján újra élettel telt meg az orosházi puszta. Az a puszta, amely mióta magyarok lakják a Kárpát-medencét, látott egykor szebb napokat is. Területe lakott volt ősidők óta, a honfoglalás után magyar falvak is megtelepültek itt, de a középkorban kétszer is, mind a tatárjáráskor, mind a török előrenyomulása idején elpusztult a település. Zombáról érkező őseink élükön Ravasz Györggyel csak egy templomromot és egy magas, terebélyes körtefát találtak itt. Az első telepesek magukkal hozták azt a kis harangot, amely a zombai templomukban Isten tiszteletre hívta össze őket. Négy esztendeje már, hogy településünk alapításának évfordulóját, Orosháza születésnapját a zombai harang mellett ünnepeljük, hirdetve azt, hogy ez az a hely, ez az a tárgy, amely Orosháza újraszületését, újraéledését leginkább szimbolizálja. Így gyűlünk össze évről évre azért, hogy megemlékezzünk azokról az elődeinkről, akik a település alapításában részt vettek, és mindazokról, akik előttünk járva életükkel, munkájukkal virágzó községet, a legnagyobb magyar falut, majd egy erős, iparosodott várost teremtettek. Itt ismerjük el mindazoknak a munkáját is, akik tevékenységükkel leginkább hozzájárultak Orosháza fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez. Károly Fülöp Béla ezt írta az Amadeusz Kávéház című könyve elé. Ez itt a városom, Orosháza. Szeretem ezt a várost, még akkor is, ha néha haragszom rá. Az evangélikus templom tornyának kerengőjéről nézem a várost, vajon mit rejteget. Ha akarom, innen láthatom akár az egész világot is, tele tülekedéssel, sóhajtással, néha kicsi boldogsággal. Persze én már megtanultam, hogy a boldog napok várása gyakran örömtelibb, mint maguk a boldog napok. Vegyünk kezünkbe egy tükröt, és nézzünk a magunk ábrázatára. Így nézek szét ebben a világban én is. Orosháza is olyan, mint a világ. Édesen keserű, de van, amikor inkább keserűen édes. Megfogadva a tanácsot, javaslom, nézzünk egy kicsit a magunk ábrázatára. Mi történt velünk, orosháziakkal az elmúlt egy esztendőben? Kezdjük a szomorú veszteségekkel. Távozott közülünk Fülöp Béla, a Táncsics Gimnázium címzetes igazgatója, Novák István főépítészünk,
Városunk díszpolgárai közül Szokolai Sándor zeneszerző és dr. Hajdon Mihály nyelvész professzor. Mindannyian, akár Orosházán, akár az ország más részén éltek, tevékeny formálói voltak és maradtak a város társadalmi, tudományos és művészeti életének. Távozásukat sokunknak nehéz e pillanatban is felfogni, elfogadni. Nehéz őket elengedni, hiszen ők is erősen szorították valamennyi orosházi kezét. Anyagiak tekintetében gyarapodásról számolhatunk be, sok nyertes pályázatról érkezett hír az elmúlt egy év alatt. Iskoláink és a polgármesteri hivatal napenergia hasznosítása, orosházi cégek több milliárd forint értékben munkahelyteremtése, a családok átmeneti otthona felújításra, az önkormányzatok hulladéklerakó rekultivációjára, valamint a nemzetközileg is ismert Bátori Júlia üveggyűjtemény megvásárlására nyert forrást az elmúlt évben. A kórházban zajló központi technológiai tömb építése közel 300, a csatornázás közel 400 millió forintot nyert még utólagosan. Több beruházás ért véget, csak a legnagyobbakat említem. Egyik cégünk új csarnokot avatott, a labdarúgó utánpótlás egy új, nagyméretű műfüves pályával gazdagodott, a város fiataljai birtokba vehették az Extrém Parkot, a játszótér építési program keretében a gyerekek elfoglalták a Kis Templom utcai játszóteret, a bölcsöde pedig visszaköltözött a szépen felújított épületébe. Gyopáros fürdő óriási szaunával gazdagodott, és a szaunalanddal együtt megújult a fedett termálmedence is. A nyár folyamán újra bekapcsolódott a város vérkeringésébe Orosháza főtere, a megújult Szabadság és Győri Vilmos tér, és új jelképpel is gazdagodott a település alapítási emlékművel, az Európában egyedülálló üvegbadköltefával. Felújítottuk a szomszédos Széchenyi teret is, és a sakszerelmesei is új asztalokon vívhatják csatáikat. A főtér átadása, birtokba vétele nem csupán egy beruházás volt a sok közül. Elkészült egy olyan közösségi tér, korzó és fórum is egyben, amely segített abban, hogy még összetartóbb, erősebb közösségé váljunk. A nyár folyamán is már százak vették birtokba esténként, de télen az adventi gyertyagyújtáskor a Korcsolya pálya körül már több ezeren is együtt ünnepelhettünk. A város városias jellegét erősíti a megújult belváros, és a környezet hat az itt lakók, a teret használók lelkére is. Szebbé, kifinomultabbá, derűsebbé hangol bennünket is. A beruházások közül jelenleg is zajlik a mentőállomás felújítása, a kórház technológiai tömbjének építése, és a város történetének legnagyobb munkálata a csatornázás is. Köszönetet kell mondanom mindenkinek a türelméért, a kellemetlenségek elviseléséért, de hiszem, hogy megérte ezeket tűrni, hiszen nyárra nem csak a csatornázás által érintett utcák teljes szélességben, de ezen felül még sok utcában újulhat meg az útfelület a beruházásnak köszönhetően. Sokáig folytathatnám még ezt a beszámolót, hiszen az egészségügyi és oktatási pályázatokról, fejlesztésekről nem szóltam, de nem szeretném, ha csak erről szólna ez a számvetés. Több fontos változás történt politikai életterületén is. Kutás Csizmadia Ibolya alpolgármester társam lemondott a főállású megbízatásáról, és társadalmi megbízatású alpolgármesterként folytatta munkáját, azért, hogy eleget tudjon tenni a miniszterelnökség részéről érkezett megbízatásának. Idén január 31-én lemondott Orosháza polgármestere és a választókerület országgyűlési képviselője, dr. Dancsó József, aki felkérést kapott a Magyar Államkincstár vezetésére. Szeretnék erről a helyről is köszönetet mondani azért a munkáért, amelyet polgármesterként és képviselőként is nagy felelősséggel és céltudatosan végzett. Büszke vagyok arra, hogy több mint 3 évig együtt dolgozhattam vele Orosházáért. Az áprilisi országgyűlési választáson Orosházán is a Fidesz-KDNP és a pártszövetség jelöltje Simonka György nyert elsöprő fölénnyel, és kapott megbízatást, hogy nem csak a délbékési térségért, de Orosházáért is munkálkodjon. Több kerek évforduló kapcsán is tartottunk megemlékezést az elmúlt időszakban. Az OMTK 100 éves, az üveggyártás indulásának 50 éves évfordulóját ünnepelhettük meg. Magunkat, Orosházát és Gyopáros fürdőt láthattuk egy héten keresztül a TV2 reggeli műsorában, és csodálkozhattunk rá önnön tükörképünkre. Talán ennek is, de a Városmarketing Iroda létrehozásának és az ott dolgozók munkájának is köszönhetően jelentősen 73%-kal nőtt a turizmusból származó adóbevétel városunkban.
Azért tartom ezt fontos eredménynek, mert a gazdaságnak ez az a területe, ahol a munkahelyteremtésre közvetlen hatást gyakorolhatunk. A következő egy év is számtalan kihívást, feladatot, munkát fog hozni. Az előttünk álló időben kell előkészítenünk mindazokat a fejlesztéseket, amelyeket a következő uniós pénzügyi ciklus ideje alatt megvalósíthatunk. Bízom benne, hogy a következő években sok régi álmunkat válthatjuk valóra. Választások éve is lesz a 2014-es, hamarosan az Európai Unió sorsáról, majd a következő képviselőtestületről is döntést hozhatunk. Ilyenkor mindig felerősödnek a viták. Élesebbé, kíméletlenebbé válik a politikai kommunikáció hangneme. Csak bizakodni tudok abban, hogy a városi közélet stílusa nem durvul tovább a következő hónapokban. A viták, a különböző szemléletmódok összeütköztetése természetes, de soha nem szabad elfeledni, hogy elsősorban magyarok, aztán orosháziak, csak harmadsorban politikailag elkötelezettek vagyunk. Sok dolgunk van még annak az egységnek a megteremtésében, amelyet a tőlünk eltérő történelmi múlttal rendelkező városokban sokszor megtapasztalhatunk, megcsodálhatunk. Ennek az egységnek az alapja a város iránti elkötelezettség, megjelenési formája a törődés, az odafigyelés és a közös ügyek iránti aktivitás. Ellensége ennek az egységnek a polgárok fizikai és lelki bezárkózása és a közösségi élettől, találkozásoktól, közös programoktól való elfordulása. A következő évnek és Orosháza következő képviselőtestületének is kiemelt feladata kell, hogy legyen ennek az egységnek a megteremtése, jövőbeni fejlesztéseinek is részben ezt a célt kell szolgálni. Nem önmagáért való ez a cél. Csak a vitáit a közös ügyek miatt félretevő, összetartó közösség lehet eredményes a települések közötti versenyben, melynek az a célja, hogy a munkahelyteremtő vállalkozásoknak, a hozzánk költöző, jövendő orosháziaknak vonzó célpontot nyújthassunk, az utánunk következő nemzedék számára pedig élhető, szerethető várost hagyjunk örökül. S ha Károly Fülöp Béla gondolataival kezdtem, miszerint Orosháza olyan, mint a világ, édesen keserű, de valamikor keserűen édes, hát hadd fejezzem be az ő soraival, ami 8 sorban elmondja, amit én hosszú percekben próbáltam, azt, hogy 2014 Szent György napján milyen érzések vezettek bennünket ide, miért is vagyunk itt, együtt, a harang körül. Én Istenem, jó Istenem, fejünk fölött veszedelem, fejünk fölött sötét az ég. Leginkább csak otthon lennék. Otthon lennék, hol a hazám, ahol az ég vigyáz rám, ránk teríti gyöngypaplanát, úgy vigyázza Orosházát. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Orosháza városi önkormányzata 1993-ban olyan kitüntetés alapításáról alkotott rendeletet, amely célja, hogy elismeréssel adózzunk azon orosházi polgároknak, akik munkájukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal városunk felemelkedését szolgálják. Kitüntetési rendeletünk szerint az Orosháza városért kitüntetés átadására minden évben április 24-én a település alapítási évforduló ünnepségen kerül sor. Kitüntetések átadása következik. Felkérem alpolgármester urat a kitüntetések átadására. Orosháza város önkormányzat képviselőtestülete Orosháza városért kitüntetést adományoz Pusztainé Szabó Margit címzetes iskolaigazgató számára. Pusztainé Szabó Margit az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola címzetes igazgatója. Ezekben a hónapokban második unokája jelenti legnagyobb elfoglaltságát. Az elmúlt 4 évtizedben belső emberi tulajdonságai, magas szintű szakmai és pedagógiai felkészültsége alapján elismert vezetője volt intézményének és a város pedagógus társadalmának. 1974-ben szerzett matematika-kémia szakos általános iskolai tanári oklevelet a Juhász Gyula tanárképző főiskolán.
Pedagógus pályáját a József Attila általános iskolában kezdte, ahol eleinte mindkét tantárgyát tanította, emellett osztályfőnöki munkát is szívesen vállalt, majd 1990-től intézményvezető. Ami miatt megérte, az a 40 év, amit itt töltöttem első munkahelyemen az iskolában, az a gyerekek. Hát a gyerekek közé bemenni és órát tartani, és később vezetni az iskolai programokat, útmutatást adni, hát ez egy csodálatos dolog. Gyerekekben én még soha nem csalódtam. Az elmúlt több mint két évtized alatt intézmény átszervezések egész sorát élte meg. Vezető munkáját a hosszú évek alatt nagy szakmai hozzáértéssel, példamutató önzetlenséggel, kiemelkedő eredményességgel végezte. Hetedikes általános iskolás voltam, amikor Margitkának a keze alatt ismertem meg a kémiát, és szeretette meg velem mind a pedagógus pályát, azt a lendületet, azt az odaadást, amit tőle kaptunk, illetve a kémiának az anyagokkal való kapcsolatát, a szeretetét is tőle kaptam. Innovatív személyiség, aki élen járt a korszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában és adaptálásában. Az általa 23 évig vezetett iskolában nevéhez fűződik a Zsolnai féle értékközvetítő és képességfejlesztő program elindítása, az ezzel kapcsolatos új iskola koncepció kifejlesztése. Amikor munkába álltam, az volt az elhatározásom, hogy az igaz értékeket közvetítsük a tanulók felé, és ehhez nagyon jó háttér pedagógia volt a Zsolnai értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia, ennek a nevében is benne van, hogy értékeket közvetítettünk. Vezetőként évtizedek óta szorgalmazta a lokális értékek megismerését, feldolgozását, a helytörténeti ismeretek tanítását. Maga is alkotópedagógus, több alkalommal publikált. Gyakran kérik fel előadások, szakmai programok megtartására. A pedagógus pálya iránti 4 évtizednyi erős elkötelezettsége, iskolája rangját emelő szakmai felkészültsége, 23 esztendőn át példaértékű igazgatói tevékenysége, korszerű pedagógiai módszerek innovatív közvetítése, az intézményi partnerek, szülők és tanítványok által nagyra becsült eredményes pedagógiai munkássága és a kulturális életben betöltött szerepe elismeréséül veheti át az Orosháza városért kitüntetést. Orosháza város önkormányzat képviselőtestülete. Orosháza városért kitüntetést adományoz Sonkolyos Károlyné, az orosházi díszítőművészeti körvezetője. A díszítőművészeti kör tagjai kameránk előtt tudták meg a jó hírt, éppen ideje volt az elismerésnek, hangoztatták többen is. A vezető, Margitka néni személyisége meghatározza az itt folyó munkát és a foglalkozások hangulatát is. A kezdőknek nagyon sok türelem kell, tetszik tudni, mire valamit elérnek, és most úgy csinálom, hogy nem megcsinálom neki, amire kéri, de egy ilyen kis kerek, kis tárcakendőt vagy egy kancsótakarót csinálok mellére, és azon kezdje el, hogy legyen sikeregeménye, mert még nincsen, addig el is mehet a kedve tőle. 1964. március 1-én alakult meg a díszítőművészeti kör a Művelődési Házban, amely azóta is helyet biztosít a csoport működésének. Sonkolyos Károlyné szakmai ismereteit az egyes tájegységek múzeumainak látogatásával bővíti mind a mai napig. Kiemelt figyelmet szentel a Békés megyei, ezen belül is az orosházi hímzés motívumainak feltárására, megismerésére és megismertetésére. A csoport tagjaitól mindig megkövetelte a magas színvonalon végzett munkát. Mindig olyat vartunk, amit a Margitka drukkolt nekünk. És amikor, visszajöttünk egy hét múlva, mert minden héten egyszer van szakkör, akkor mondta, hogy picikém, ezt légy szíves, bontsd ki, mert ezt nem jó vartad. És ki kellett bontani, mert nem az eredeti színnel és nem az eredeti munka menettel vartuk ki. Azért jöttem ide, mert gyönyörűen hímeznek, és nagyon profi munkát végeznek, és az nekem föltűnt, hogy ez nem egy házi hímzés, hanem ez egy komoly munka. Margitka néni fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy eredményeit ennek a közösségnek a segítsége, támogatása nélkül nem érhette volna el. Szeretettel vette körbe, hogy
az nem igaz. Úgyhogy én csak szeretetet és jót tudok mondani mindenkiről. Fontos számára, hogy tudását, ismereteit átadhassa másoknak, hogy minél szélesebb körben váljon ismerté a magyar hímzés világ. Most ezzel az újabb halocsai őrülettel, hogy ezt mondjam, ezzel mindenki hozza a nadrágszárát, a blúzát, még az alsó nemükre is szeretnek varratni. A szakkör munkáiból rendeztek már kiállítást Finnországban, Észtországban, Lettországban, Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, végigjárták a Vajdaságot és Bánátot. Minden évben készülnek a Békéscsabai Országos Textiles Konferenciára, ahol a pályamunkákat zsűri értékeli. Margitka néni a mai napig kitartóan gyarapítja hímzéseit, fáradhatatlan ebben a munkában. Szívesen fogad érdeklődőket a szakkörön, vagy akár az otthonában is, hogy megmutathassa gyűjteményét. Orosházaváros önkormányzat képviselőtestülete. Orosházavárosért kitüntetést adományoz Török Péter tájépítészmérnök kerttervező részére. Török Péter táj- és környezetépítész, címzetes egyetemi docens 1982-ben végzett a Kertészeti Egyetem táj- és kertépítészeti karán. Több munkahelyen dolgozott, 1997-től saját irodáját, az Arboretum Kert és Szép Művészeti Társaságot vezeti. Munkássága során számos kitüntetést és elismerést kapott, ezek közül is kiemelkedik a Prima Primissima díj, az Európa Nostra díj és az Ybl Miklós díj. Tervezői tevékenysége a történeti értékű városközpontok tereinek rekonstrukciója és az új épület környezetének kialakítása körében egyaránt különleges minőségű, nemzetközi szinten is figyelmet és elismerést kiváltó. Munkássága országos szinten is ösztönző hatást váltott ki a városi terek művészi igényű megújítása és szerepük felértékelése irányába. Török Péter tervezte többek között a budapesti Szent István Bazilika környezetét, a Vigadó épülete előtti teret, a Nemzeti Színház parkját, a Holokauszt emlékközpont kertjét, Gyöngyösön a Huszár kertet, Baján a főteret, Szegeden a Kárász utcát és a Klauzál teret, Hajóson a kastélykertjét, de tervezett templomkertet, dómteret, kolostorudvart is. 2013-ban adták át Orosháza új főterét, melynek tájépítészeti koncepcióját és tájépítészeti kiviteli terveit is Török Péter tervezte. Én úgy szoktam elkezdeni a munkámat, hogy körbejárok, ide leköltöztem Orosházára, nagyon sok embert megismertem, beszélgettem emberekkel, levéltáraztam, a Rózsa Zolinál voltam, és próbáltam az itteni emberek életét élni és belehelyezkedni. Tehát én itt laktam a Töltöm utcában, hajnalonként fölkeltem, kimentem a térre, néztem, hogy hol kell a nap, hol nyugszik le a nap, hogy hétvégeként kik használják a tereket. Azt nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy vasárnap, mit tudom én, istentisztelet, vagy szentmise után, mit tudom én, déltől 3-4 óráig teljesen üres a város, de egy-két ilyen magányos hölgy kint ült különböző padokon, egy-két fiatalt láttam, és én azt gondoltam, hogy egy olyan teret kéne csinálni, aki ezeket az embereket egy helyre szervezi, hogy legyen ez egy olyan közösségi tér, ahol öröm van, amit szeretnek az emberek, ami megemeli az életüket, hogyha szomorúak, ha rossz kedvűek, ha elkeseredettek, vagy bármi, kijönnek egy olyan térre, amiben ők otthon érzik magukat, és nem kell elutazni egy másik városba, nem kell Párizsba menni, meg Rómába menni, mert Orosháza a leggyönyörűbb hely. Az eltelt rövid idő is bebizonyította, hogy a főtér milyen népszerű lett a városlakók körében. Szívesen töltik itt szabad idejüket, látogatják az ide szervezett közösségi rendezvényeket. Orosházaváros önkormányzata 1995-ben Orosházaváros sportjáért kitüntetést alapított. Orosháza testnevelésének és sportjának fejlesztésében, a város hírnevének öregbítésében kifejtett, kiemelkedő eredményt elért sportolók,
sportvezetők vagy kollektívák tevékenységének elismerése érdekében. Orosházaváros önkormányzata képviselőtestülete Orosházaváros sportjáért kitüntetést adományoz Jeszenszky Pavlovics László, az orosházi Spartakusz birkózó klub edzője részére. Jeszenszky Pavlovics László, vagy ahogyan a nagy Spartakusz és birkózó családban mindenki ismeri, Jeszi, 1976. január 21-én született. Általános iskolai tanulmányait testnevelés tagozaton végezte, a középiskolát a Táncsics Gimnázium gépészeti szaka adta, majd az érettségi után tévéműszerész szakmát szerzett Békés Csabán. A birkózó sporttal családi indítatásból ismerkedett meg, édesapja Jeszenszky Pavlovics László egykori birkózó edző hatására. Jeszi is folyamatosan birkózott a diákévek alatt, nyert diákolimpiát, magyar bajnokságot, legkiemelkedőbb eredménye a felnőtt szabadfogású magyar bajnokság ezüstérme volt. Az iskolai tanulmányok után Kecskemétre került, majd már újra Orosházán az OMTK-ban folytatta a birkózást, és kezdte el segíteni az edzői munkát is. Önállóan 2002-től vezetett gyermekcsoportot, miután megszerezte az alapfokú edzői képesítést. 2006 májusában alakult meg az orosházi Spartakusz birkózó klub. Alapító tagjaként itt folytatta edzői pályafutását, 2009 augusztusától már főállásban. Az Orosházán létrejött első vidéki Mr. Tus birkózó iskola edzője jelenleg is. Lassan, ha kiszámolom, 30 éve a birkózásba tevékenykedek. Legszívesebben ezeket a kisgyerekeket szeretem oktatni. Pont ez a korosztály a diák egy serdülő, amelyikkel úgy el vagyok. A sportpályafutását edzői szerepre cserélve folyamatosan képzi magát. 2011-ben középfokú edzői bizonyítványt szerzett. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógiai karának testnevelő edzőszakos hallgatója. Számtalan gyermek tanulta nála a birkózás alapjait, és lettek diákolimpiai vagy magyar bajnokok. Szerintem Jeszi az egyik legjobb birkózóedző, nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon jó edzéseket tart nekünk Jeszi, és mindig jól érzem magam. Jeszi tapasztalt edző, és így jó vele edzeni. A legeredményesebb tanítványai között vannak ifjúsági olimpiai helyezettek és többszörös magyar bajnokok egyaránt, például Kránit Adrián, Pusztai Tibor, Szél Anna, Rácz Rihárt, Bojtor Gellért, nevelőedzője Németh Évának is. Az elmúlt évben a Magyar Birkózó Szövetség, elismerve az utánpótlás nevelésben elért eredményeit, szövetségi kitüntetést adományozott a fiatal edzőnek. Az Orosházaváros sportjáért kitüntetésre versenyzői és edzői munkássága mellett példamutató közösségi szerepvállalásáért és emberi magatartásáért terjesztették fel Jeszenszky Pavlovics Lászlót, aki két kisgyermek édesapja. Ez az életem. Birkózás lett. Ebbe születtem bele, mondtam. Orosházaváros önkormányzata képviselőtestülete Orosházaváros sportjáért kitüntetést adományoz Mikus István, az orosházi női kézilabda klub sportvezetője. Élete a kézilabda, így jellemzik azok a sporttársak, akik jól ismerik. Mikus István 1948. július 23-án született Mezőkovácsházán. Iskolai elvégzése után a katonatisztképző főiskolán hivatásos tisztként végzett. 1970-ben került Orosházára, ahol pár év szolgálat után megalakította az Orosházi Honvéd Dózsa Sportegyesületet, melyben először labdarúgó, majd férfi kézilabda szakosztály működött. Később az Orosházi MTK Honvéd Dózsa közös csapatának edzője lett. 1992-től 6 éven keresztül az Orosházi MTK ügyvezető elnökeként tevékenykedett. Ez alatt az Orosházi MTK MB2-es férfi és az 5-ös DPS-e megyei női kézilabda csapatának az edzője is volt. Ezt követően az újonnan alakult Agroese Orosháza színeiben vezetésével megnyerték a megyei első osztályú női kézilabda bajnokságot. A következő években az MB1-es női ifjúsági csapatot edzette, majd miután a felnőtt csapat felkerült az első osztályba, az MB1-es ifjúsági csapat edzője lett. Az MB1-es tagság második évében néhány mérkőzésen az évvonalbeli felnőtt csapat kispadján is ült.
egy ideig az Agroese ügyvezető elnöki teendőit is ellátta, egészen az Egyesület 2001-es megszűnéséig. Az Agroese szétesése után a frissen alakult orosházi női kézilabda klub elnöke, valamint a felnőtt és utánpótlás csapatok edzője lett. A klub megszűnése után a Nagyszénás Orosháza kézilabda sportegyesület MB2-es csapatainál töltött be edzői feladatokat. Pályafutásának jelentős részét az utánpótlás nevelésnek szentelte. A férfiaknál is még ott dolgoztam, illetve Németországban is arra törekedtem mindig, hogy az utánpótlás odafigyeljünk. Ez a visszautalok arra, amikor az Agresével kerültünk MB1-be, akkor is az volt az első dolgom, hogy az utánpótlást próbáljuk bővíteni, szélesíteni. Azt most meg egyértelműen azt tudom mondani, az ANKC, amely egyik legnagyobb, de akár az ország egyik legnagyobb utánpótlás egyesületévé vált. A női kézilabda csapat jelenlegi utánpótlás korosztályos játékosainak nagy része, illetve jó néhány felnőtt játékos az ő keze alatt szerette meg a kézilabdát. A lányok szigorú, de következetes edzőnek tartják. Mérkőzése motivál minket, van, amikor persze van egy-két ilyen kisebb leszúrás, amit mondjuk elrontunk, vagy ilyenek, de próbálja inkább, hogy mi oldjuk meg, és a saját tudásunk szerint oldjuk meg a feladatokat. Egy edzőnek nagyon fontos dolga az, hogy lélekben összetartsa a csapatot, és hogy a pályán mindenkit játszasson, és Pista Bászt megteszi, szerintem ez nagyon tiszteletreméltó, és segít minket lélekben összetartani. Egy edzőnek ez a dolga, és Pista Bászt meg is teszi. Számos tanítványát válogatták be a korosztályos válogatottakba, elmondása szerint ez ad neki igazán nagy motivációt. Azt hiszem, hogy egy edző, ha föl kell és készül az edzésre, akkor mindig ezt kell, hogy foglalkoztassa, hogy újabb eredményeket, újabb technikai részeket hozzá tudjon tenni a játékosoknak a pályafutásához. Mikus István 2011-től az Orosházi Női Kézilabda Klub elnöke és edzője. Az egyesület teljesen új alapokra helyezte a kézilabda utánpótlást képzést, több száz leánygyermek sportol és versenyez a minél jobb eredményekért. Azok a játékosok, akik itt Orosházán felnőttek, nagy rész itt is maradt Orosházán, és szeretném, ha való egyszer egy orosházi játékosok répülő MB1-es csapatunk legyen. Orosháza város önkormányzata képviselőtestülete Orosháza város sportjáért kitüntetést adományoz Németh István, az Orosháza városi teniszklub edzője részére. Erre született. Az edzését nézve így összegezték munkáját a hozzá közel állók. Ifjú Németh István a városi teniszklub edzője és elnökségi tagja, az OB2-es felnőtt férfi teniszcsapat vezetője, első táblás játékosa. Maga a sport szinte az egész életemet, mivel létesanyám, édesapám is testnevelőtanárok voltak. Édesapám még mai nap dolgozik testnevelőtanárként, így ebben nőttem fel. A tenisz az már főiskola elvégzése után jött, ez Gergonya Lászlónak köszönhetően, aki felkarolt, és lényegében ő indított el ezen a pályán. Magasabb szintű játékosi és edzői tevékenységét 1996-ban kezdte el, miután elvégezte a Nemzetközi Tenisz Oktatói Képzés magyarországi tagozatát, majd 2007-ben teniszedzői diplomát szerzett. 1997-ben az újjáalakult Orosháza Városi Teniszklub oktatója lett. Legfontosabb feladatának tekintette, hogy minél több gyermekkel, fiatallal és felnőttel megismertesse és megszerettesse a teniszt. Az eltelt közel 20 év alatt több százan vettek részt az általa nagy lelkesedéssel, hivatástudattal és sportszeretettel vezetett tanfolyamokon. A sportszeretet egyébként generációkat felölel a családban, két fiú gyermeke is a teniszt választotta. Apartiasan kihozott a Bayer, és azóta itt vagyok. Én is 5-6 éves korom óta itt vagyok a pályán, és az első igazából sportom a tenisz volt. A tehetségek kiválasztása és gondozása a másik nemes feladata. Eredményességét bizonyítják azok a sikerek, amelyek ismertté tették az Orosházi klubot országszerte. Tanítványai bajnoki sikerek sora mellett országos ranglistákon szerepelnek. Tudatos utánpótlás nevelési munkájának sikere, hogy az OVTK csapata 2013-ban feljutott az OV2-es osztályba, ahol sikeresen helytállnak. Ifjú Németh István edzői és utánpótlás nevelői munkája mellett 1996 óta meghatározó játékosa az OVTK felnőtt csapatának. Jelenleg is a klub valamennyi korosztályának edzője, az OB2-es csapat vezetője, első táblás játékosa. Szenzációs, mert lényegében így érzem magam fiatalnak, még ha telik is az idő, de mivel minden nap közöttük vagyok, mind az iskolában, mind a teniszpályán, így úgy érzem, hogy megmarad a fiatalságom.
A klub életében is tevékenyen részt vesz, versenyeket szervez, nevéhez fűződik a népszerű Kinder Open nevet viselő megyei korosztályos verseny. Érdeme, hogy Orosházán népszerű lett a fiatalok körében a tenisz, ezzel egy alternatívát is biztosítva a város fiatalsága számára az egészséges életmódhoz. Magas színvonalú szakmai tudása, a teniszsportágban végzett elkötelezett és áldozatos munkája, példamutató tanári, emberi tulajdonságai alapján is méltó az Orosháza város sportjáért kitüntetésre. Orosháza város önkormányzata képviselőtestülete Orosháza város sportjáért kitüntetést adományoz. Tóth Kása Sándor. Az élete, a sport, a gyerekek, az Orosházi Egyesület. Tóth Kása Sándor 1969-ben született Budapesten. Sportpályafutását a labdarúgás bűvöletében az Abátfalvi Sportegyesületben kezdte. Az általános iskola után Makóra került, itt is a labdarúgó egyesületet erősítette. Eredményes játékosként szerepelt, a Csongrád megyei ifi és felnőtt válogatott tagja volt. A sorkatonai szolgálat szólította Orosházára, így került a határőr Dózsa csapatába. Szolgálat idejét töltve később Orosházára költözött, megnősült, két gyermeke született. Aktív sportpályafutása közben kezdte el szabadidő sporttevékenységként a kispályás labdarúgást űzni, bajnokságokban, tornákon többször szerzett gólkirályi címet. Az orosházi utánpótlás labdarúgás irányításába 2011-ben kapcsolódott be, az OMTK utánpótlás labdarúgó egyesület elnökségi tagjává választották, majd 2011. augusztusában az egyesület elnöke lett. A gyerekek mosolyát látni, amikor felszabadultan futballoznak, ami most már egyre sűrűbben fordul elő. Nem így volt az elején, meg kell tanulják ők is, hogy nem az eredmény az első. Játszani kell, élvezni kell a játékot, minél több edzésen itt lenni, és felszabadultan élvezni a focit, a játékos, minél több gyerekkel akarjuk megszeretetni a sportot, tehát a focit persze legjobban a focit, ami mindannyiunk szerelme. Az egyesületnél végzett munkája, a hozzáértése, a gyermeksport és a labdarúgás iránti elkötelezettsége példamutató. Vezetőként azon dolgozik, hogy megteremtsék a kiváló feltételeket a labdarúgáshoz, a tehetségek kibontakozásához. Megépítették Orosháza első műfüves labdarúgó nagypályáját, melyet valamennyi orosházi labdarúgó sportszervezet gyermek és felnőtt játékosa rendszeresen használ. Itt a szívről nem lehet vitatkozni, hogy most szívvel élekkel csinálja itt valakit. Mindenki foci múlttal van, és a gyerekekért van itt, és ez jó, hogy idáig eljutottunk ebbe a röpke 4 évbe, ami az egyesület életéből eltelt. Az OMTK ULL létszáma az összes igazolt játékos tekintetében 2013 év végére 295 főre emelkedett, soha ennyi gyermek nem rúgta a labdát Orosházi Sportegyesületben. A Tóth Kása Sándor által irányított egyesület szervezetten, összehangoltan, eredményesen működik. Sportvezetői tevékenységének elismeréseként jelölték az Orosháza város sportjáért kitüntetésre. Magyar Úszó Szövetség örökös tagja, és Flor László, volt főiskolai világbajnok, Orosháza szülöttei alapították 1977-ben a Fehéri István és Flor László örökös vándordíjat. Azzal a szándékkal, hogy azt évente a város mindenkori legjobb tehetséges fiatal sportembere kapja, aki arra sport eredményei, és az élet minden területére kiterjedő kifogástalan erkölcsi magatartása alapján méltónak bizonyul. 2014-ben a megtisztelő díjat az adományozás elbírálására jogosult bizottság Fehér Zsófia, a Pet Bauhauser Orosháza asztali tenisz versenyzője részére ítélte oda.
Fehér Zsófia 1998. december 29-én született Orosházán. Már óvodás korában is nagy mozgásigényű gyereknek tartották, ezért tanulmányait az Eötvös József általános iskolában kezdte meg testnevelés tagozatos osztályban. Itt papné Horváth Zsuzsanna irányításával több sportágat kipróbált. Az első években atletizált, kézilabdázott, úszott, de részt vett grundbirkózó versenyeken is. Az ismerkedésből nem maradt ki az asztali tenisz sem, ahol Bauer Károly edző mutatta meg neki a sportág alapjait. Korán kibontakozott tehetsége, így 2007-től komolyan elkezdett foglalkozni az asztali tenisszel. Minden délután szorgalmasan edzett és kiváló versenyzői adottságokat mutatott. 2009 óta a Táncsics Gimnázium 8 évfolyamos gimnáziumi osztályában tanult. Tudja, hogy bár élete a sport, mellette nagyon fontos a tanulás. Megtanult kiválóan koncentrálni, az idejét jól beosztani, hiszen sportolóként nem átlagos diák élete van. Reggel felkelek, korán kelek és iskolába megyek, utána vagy 2-ig vagy 3-ig vagyok, onnan megyek haza, ebédelek és rögtön jövök edzésre. Edzés után megyek haza és tanulok a másnapi iskolára. A hétvégén nem az osztálytársaimmal vagyok, hanem versenyeken, de ezt is szeretem, mert ott is rengeteg barátom van, és velük is nagyon jól el tudok lenni. A kezdeti megyei szintű sikereket követően egymás után jöttek az országos eredmények, majd meghívták az újonc válogatottba, és egyidejűleg a tehetséges sportolókat támogató Heraklész bajnoki program tagja lett. Több nemzetközi versenyen vehetett részt, mellette a hazai sikerek sem maradtak el, hiszen ekkor már Tóth Tibor irányítása alatt megnyerte az egyik legfontosabb versenyét, az újonc top 12 bajnokságot. De volt egy ennél is fontosabb győzelme. Számomra a legfontosabb verseny ez a magyar bajnokság volt, amit Serdülőben sikerült megnyernem, és a legfárasztóbb meccs ez a több volt, mint másfél órán keresztül játszottam. A Serdülő éveibe lépve a napi szakmai felkészítését Baranyi József edző vette át, versenyeztetését pedig Bogdánfi Csaba vezető edző irányítja. Zsófi egy kiváló képességekkel rendelkező, nagyon jó adottságú versenyző, aki a modern asztali tenisz valamennyi technika jellemét nagyon jól ismeri és kiválóan alkalmazza. Potenciálisan minden lehetősége megvan, hogy a céljait elérje, és Magyarországot nemzetközi versenyeken, világversenyeken képviselje. Céltudatos, öröki, elégedetlen a saját teljesítményével, ez az edzésen is látszik, tehát ott sincs olyan, hogy elüti a poént, és akkor ezt tudomásul veszi, az edzésen is küzd, hajt, tehát mindent megtesz az eredményesség érdekében. Egyidejűleg tagja lett a Serdülő, majd az ifjúsági válogatottnak, így több nemzetközi versenyen képviselte hazánkat. Időközben fiatalkora ellenére bekerült városunk felnőtt NB1-es női csapatába, ahol meghatározó szerepet tölt be. Tudatosan építi a jövőjét, és határozott elképzelése van arról, mit szeretne elérni az asztali teniszben. Felnőttként is szeretnék a válogatott tagja lenni, EB-kre járni nemzetközikre, és kijutni az olimpiára. Szorgalmas, kitartó és példamutató tanulmányi és sporteredményével Fehér Zsófia 2014-ben kiérdemelte a Fehérjé István és Flór László örökös vándordíjat. Műsorunk első részében az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola előadását láthatják. Az irodalmi szemelvényeket eredeti forrásokból válogatta, a műsort összeállította Bárdó Zsuzsa. Előadják a református iskola diákjai Bánfi Bendegúz, Farkas Melani, Harmati Beatrix, Kovács Gergő, Kovács Ketlin, Kunos Patrik, Kunos Roxana, Olacsek Bettina, Prokop Dániel, Szalkai Judit. Ideje van az előrendítő akarat, a mindenen átlendítő híg, az élet határtalan tiszteletének, ideje van a méltóságos halál előtti főhajtásnak. Azok között, akiknek hite, olykor meg is rendül, újra és újra igyekeznek megépíteni azt. Azok között, akik alázattal fogadják az élet ajándékait, és büszke tartással annak próbáit. Székely Józsefet idézve, barátaim, éltek hősöke hazában, s polgár erényel díszlő férfiak,
meg nem tanultan szálltak a halálba. Emléktől sírjaik pusztán állnak, mert a 140 tündöklének nem szült dalt a hősök érdemének. Ma megzengenünk a hős, s polgár erényt. Az itt élő jelesek és hétköznapi hősök mindig megtalálták önnön maguk szilárd pontját, amelyről ha ki nem is fordították a világot, de igazi arányaival láthatták és látták sorsukat. Szóljunk róluk történelmi források nyomán. Valljunk hitelesen hétköznapjaikról, ünnepeikről, kordokumentumokkal. Mostani múlt idézésünk bizonysága Veres Józseffel megérdemli azok a mi apáink, hogy megemlékezzünk róluk, mi boldog ivadékok. Azért akarok én is viszontagságaikról, életükről, szokásaikról egyet mást elmondani, amit régi írásokban olvastam, tisztes öregektől hallottam. Jelentéktelen apróságokat, mit talán másokat mutatnak, minket azonban érdekelnek, mert a mi apáinkat és édes szülőföldünk történetét illetik. Elmondom, hálából apáink iránt, tanulságunk az ifjabb nemzedéknek. 1743-ban harmadik Károly, báró Harukkel János György hadsereg élelmezés biztosnak adományozta szolgálatának elismeréséből ezt az egész Maros-Körös közötti vidéket, közte Békés vármegyét is. Nemes báró valószínűleg gyakorlati elme lévén a hadsereg élelmezők általában ilyenek, korán felismerte azt a közgazdaságtani alapigazságot, hogy a Föld legyen akár egész országi is, mit sem ér emberek nélkül. A felismerést követte, megkezdte a terület benépesítését. Hiszen szép az élet, s halál is szép annak, ki itt jól végezte tisztét. A nyomozó történelem csak annyit tud, hogy ez a vidék, Segédsz-Békés vármegye szinte teljesen lakatlan, fűes, mocsaras pusztaság volt még a 18. század elején is. Az 1717. évi népszámlálás mindössze 11 községe, és ezekben 577 családot talált a megye területén. Az új ígéret volt híre eljutott a Dunántúli Zombára is, ahol a rendezetlen vallású evangélikusokra sanyarú napok jártak azokban az időkben. Volna már megyének Zomba nevű községe már Szent István király korában helység volt, de később, nevezetesen a múlt század elején pusztán állott, melyre a dőri bárók messze vidékről csalogattak telepeseket. A dőrieknek még Németországban is voltak ügynökeik, akik ingyen földet, adómentességet ígértek az áttelepülőknek. Így a magyarokkal egy időben Gyönkről evangélikus vallású németek is érkeztek. Az orosháziak ősei 1720 táján érkeztek Zombára. 1928-ban így ott már két híd felekezet lakott, a római katolikus és az ágostai hitvallású evangélikus. Idővel szaporodván a római katolikusok, a földes úr Dőri Ádám előbb lelkész hívott azok számára, azután megtiltotta az evangélikusoknál a szentbeszédet tartását, később a hétköznapi könyörgéseket is, sőt imaházukat is elvette. Ezek azonban készebbek voltak birtokukat, házukat, ismerőseiket elhagyni, s bár Zombára is csak nemrégiben telepedtek, készebbek voltak ismét keserves bújdaságba indulni, és ismeretlen vidéken új hazát keresni. Mintsem vallásuk gyakorlatában korlátozást és zaklatást tűrni. A felsőbbséget tisztelő jobbágyok alázatával folyamodtak tehát báró Harukenhez, hogy engedni meg nekik is a letelepülést. Ezt megtehették, mert mint Dőri Ignác, teveli pap 1743. október 25-én a Gyulai Uradalom főtisztjének írta. A zombai lutherános lakosok, kik jelenleg Békés megyében kívánkoznak letelepedni, nem örökös jobbágyok, hanem szabadon közlekedhető állandások, s mint ilyenek, akadály nélkül letelepülhetnek. Ügyükben leginkább a következők jártak el. Ravasz György, Rajki Pál, Szilasi István, Szalai János, Sitkei Mihály, Németh György, Győri István és Köce István. Ezek a Tiszán átkelve Csabán állapodtak meg, és Harukken bárótól, a megyének akkor már főispánjától lakóhelyet kértek, mégpedig először a királyságon óhajtottak letelepedni, de erre nem nyerni engedélyt,
Orosházára nézve kötöttek szerződést. A szerződés megkötése után értesítették az onnan maradtakat, akik közül a legvállalkozóbbak még a télbeállta előtt megérkeztek Csabára. Ott átteleltek, majd 1744. Szentgyörgy napján, mivel lelkészük nem volt, Dénes Sándor tanító vezetésével szállták meg az orosházi pusztát. Vizenyős, mocsáros, nádas volt akkor a vidék nagy része. Vásárhelyek legeltettek az egész pusztaságon. A hagyomány szerint az új települők régi árkolások nyomai itt-ott a mostani kishegy helyén régi szőlőtőkéket és egy magas terebélyes körtefát találtak, melyet csak 1848-ban vágtak ki, a belőle készült három láb átmérőjű tőkén készítették a lándzsákat a nemzetőrség számára. A söméles helyek miatt csak a partosabb részeken üthettek tanyát, s az utcák is csak azok mentén kanyarogtak. A letelepült családoknak a falu alapítás természetes nehézségein kívül a féltékenykedő szomszédok ellenségeskedéseivel is meg kellett küzdenie. E településről pásztorok által értesülve a hódmezővásárhelyi előjáróság kijött megnézni orosháza telepíthetés a szerződéses oklevelét, vagy ennek nem létében előzni onnét a népet. A szerződéses oklevélt Csizmadia Molnár Gergely előmutatván e búcsúszóval távoztak el a vásárhelyek. E pusztáról a pásztorok is elpusztítanak titeket. Mondják is, hogy a vásárhelyi pásztorok, a települők első szükséghez alkalmazva épült sátraikat, gulyamarra ráhajtás és riasztás éjszakáján a sátorok karóiba vetett és szilajlovakra hámozó szörpetelek általi rombolással akarták gátolni a helység települését, mi azonban nem sikerült. 6 héttel ezután, június 10-én megérkezett a telepesekhez Nemes, Horváth András, evangélikus lelkész is, akit az orosházia kérésére egy sárszentlőrinci esperes lelkész ajánlott. Az orosházi anyakönyveket kifogásolóan latinsággal írt, két oldallal nyitotta meg, melyben leírván a Zombáról történt elvándorlás okait, orosház alapításának körülményeit, az áttelepülők vezetőit. Az anyakönyvi bejegyzéseket továbbiakban magyarul írta, szép, ízes magyarsággal. Az anyakönyvi bejegyzései közül egy ide kívánkozik. Enn Horváth Mária, az én szerelmetes édes leányom, megholt életének 7. esztendejében, 5 hetek és 3 nap híjával, vasárnapra véradóra, évfél után 2 órakor. Merülj a semmiből, égi felleg, töltsd meg a pásztor bocskorát, mely fényesedve, és sikolt a száraz mezőkön csasszanát. Kicsi virágok talpaiba, önts égi bort, hogy éljenek. Puhíts meg a végtelen ösvényt, hol én járok, hol én megyek. A horvát papájtal jegyzett 4 évtized sem volt könnyű korszak. A megérkezés után rögtön helyet kerestek a Zombáról kocsiderékben magukkal hozott harangnak, és nem sokára vesszőből és sárból fölépítették az első templomot és az első iskolát. A korábban ígéretetett szabad vallásgyakorlat nem csak meg nem engedtetett, hanem 1747-ben a nagyméltóságú helytartó tanács máj 2-án kelt rendeletjében meghagyja Békés megyének, hogy a Kebelégül fekvő orosháza helységből az evangélikus prédikátort elmozdítsa, az ottani sárban épült imázat szétveresse, és a lakosság evangélikus istentiszteletjét megszüntesse. Ezen a jó orosháznak se csodálkoztak, hiszen vérökbe ivódhatott több száz éven keresztül, hogy a nekik adott szó nem kötelez. Amíg 1781-ben mindössze 169 lakóházból állt a falu, 1881-ben már 2897 házban több mint 18 ezer ember lakta orosházát. Ha láthatatlanul is, de hatalmas harc kezdődött itt a fai és nyelvi megmaradásért. Külön sajátságosan orosházi énekdallamok is keletkeztek. Sőt, egészen a világháború utáni években az egész országra érvényes egységesítő énekeskönyv előtt külön orosházi énekeskönyv volt használatban. Aránylagos szabadságokhoz itt még az a kedvezmény is hozzájárult, hogy az első időkben fölmentették őket az úrbér fizetése alól. 1770-ben még
így foglalja szavakba egyik orosházi ős, keblét feszítő büszkeségeit. Soha nem volt semmiféle urvárium, sem pedig jobbágyi kötelesség ekkoraig senkitől körünkbe béhozva, hanem kontraktusok szerint tartattuk, azt helységnek első szállítástól fogva. Taxások és szabadmenetelőek vagyunk. A tizedadás emlékezetünkre nálunk sohasem volt szokásban. A kilencedet megváltottuk, midőn a méltóságos uraság harmadik, negyedik esztendőben erre a földre lejött, olyan alkalmatossággal adtuk repertát is szerint konyhákra valókat. Új, mint az idén, 200 tojást, 3 kappant, 15 csirkét, 10 tyukot, 2 ludat, 2 pulykát, 2 kácsát, 10 ince olvasztott vajat, 10 pont íros vajat. A büszkekedés azonban korainak bizonyult, mert alig 2 évvel később, 1772-ben is behozták az úrvért. Nagy sora van az időnek, miként az elmúlt 270 esztendőnek is. Ítélet idő, s egy-egy tűz nagyobb nyomot adott az ítények emlékezetében. A szorgalom és az összefogás, a bölcs józanság és a szerint szándék azonban mindig erőt adott az újrakezdéshez. Úgy kéne már lassan élni, a múltammal szembenézni. Néha a zsoltárhoz nyúlni, szombat este kivirulni, s elballagni hétfő reggel, ásni a megcsalt sereggel. S mikor onnan visszajönnék, e seregnek így köszönnék, adjon Isten minden jókat, a sírunkra pillangókat. A csendes kitartás mellett a konok akarat is évszázadokon át segítette eleinket. Balassa Pál 1844-ben írta: sem hízelenni, sem sérteni nem akarván, az orosházi nép elkölcsi maga viseletéről és szokásairól nem szólunk egyebet annál, hogy józan gondolkodása és iparkoló dolgossága felől ismeretes az orosházi nép. Egy évszázad múltán Bakó József ugyanígy méltatta a történelmi végzajlás közepette magukat kiszakított földecskén két lábbal állókat. Ahol most élek, nincs feszület. Se a mezőben, se az út felett. Prédikátorok nyakas népe ez, a kereszt neki csak búzát jelent. Nincs szükséget érdepelésre, alázatosan senkit se szeret. Káromkodik, ölel, pöröl, de nem csókol senkinek kezet. Gőgatronja onnan ítél, szívébe jutni jaj, de nehéz. Idő és tér fölött áll, s rejtelmes néma arca előtt. Hogy mások ismerték, elismerték szűkebb pátriánk. Veres József települési történetének összefoglalójában 1886-ban írta. Orosháza ismeretlen a nagy közönségnél. Legfelebb az hallotta eddig róla, hogy ez most Magyarország legnagyobb faluja. Orosházának nincs különös nevezetessége, mi az idegen ide csábítaná, sem természeti, sem történelmi. Nincs a határban csak egy árvadulaték sem, melyet a hálási vadék körbefoghatna régi történetek emlékével. Míg borostyán a mohason vadékot, nincs egy halom, kiszáradt ér, melyek a múlt idő komájába világítanak a fürkésző tekintetek előtt. Itt nem vívtak országok sorsa fölött döntő csatát. Itt nem hullott tagjás ősök vére a letiport fűre. Most is csak egy harcot ismer itt a nép, a szorgalom harcát a természet erőivel. De a harcban verítékével bőven öntözi a hantot. Ne szégyenleljük, hogy orosházának nincs nagy módja, mert hisszük, és akarjuk, hogy annál szebb lesz jövője. Ennek építését köszönjük az orosházaért szolgoskodóknak, akik a munka mellett is megadták módját születésnek, halálnak, esküvésnek. Olykor megtorpantak a csillagok járását figyelni, Jussi mondta a merengbe. Lassan-lassan leszáll az est, és szürkés fájtla elmossa a színeket, sötétbe folytva a hervadást. Vacsora idő után galambturbékolás hallik minden oldalról. Galambúgást utánozva keresik egymást a pásztorok a sötét pusztaságban. Midőn aztán mindegyütt vannak, felgyúl a pásztortűz, a lovak legelnek, a fiúk mind végigvekve subáikon dalolnak. Felhangzik a nóta, szétárad az éjszakába. Messze a tavasz, messze a nyár, csak a dalt hallom, édes dalt, mert azokra emlékeztet, kik az otthont, szülőföldemet, hazámat jelentik nekem.
olyan emberekről szóltunk, s szólunk, névvel s névtelen, kiket családi tisztességet tanított. A hétköznapi valóságot olykor már a legendazamata ízesíti. A hitelességet a vágy eleje oldja. Úgy puskáznak a szép szülék történetei, miként maguk is szabolátlan gyermekkorukban. Ha rákezdtek, egyik kezüket fájott érdekön nyugtatva, másikkal az öreg macska kocó szőrén babrálva, szavaik neki-neki lánytöltek, mint a ballangó ősszel. Érezvén a tegnap ütetését, olykor szinte szálltak a magasban, játszva, pörögve, forgolódva, feledve mennyire elrugaszkodtak már a valóság korából. Máskor meg, ha a visszaemlékezéstől kifáradnak, picinként leülnek, csendesen lébedező tudomásba kezdve. Igazat is, mesét is kedvére mondhatunk hűségünk, ide tartozásunk jussám, hisz előbb-utóbb úgy is belesimul a tegnapba. Szép szándékunk azonban az, hogy a kimondás tisztító ereje segítsen hallgatónak, emlékezőnek. Miközben feldobban a kétség, lesz-e majd, aki bennünket mérlegre segít a hely törvényei szerint? Vagy legfeljebb egy kis időre a szájukra vesznek bennünket a népek, hogy aztán feledésre büntessenek? Mert előbb-utóbb minden belesimul az időbe. Április 24. Orosháza holnapjának reményeit erősítő ünnep. Maga a bizonyosság, a világ elején által, s a remény, talán kicsit általunk is előrébb lendül. A hajdanyag dolgos életek nyoma nem tűnhet el. Parasztország kérges tenyerő építői itt hagyták fiaikat, lányaikat, kikben fellőnik az ő keménységük, daszos kitartásuk, élet szeretetük, partra segítő józanságuk. Köszönjük, hogy dolgainkkal a saját fundamentumunkat is erősíthetjük. Köszönjük, hogy általuk boldoghatunk bizonyosságaikban. Megtanítanak bennünket arra, hogyan engedjük szabadságot a tegnap értékeinek. Hiszen minden más a földé lesz. Búza föld is a magyar föld, árpa föld is, temető is. Terem rajta ibolya is, terem rajta bölcsőnek fa. Messiásainak kereszt, s megkövezni őket. Kő is. Jó anyunkánk a magyar föld, megaláljuk. S ha lehullunk, néha visszajön a lő is. Csatatér is a magyar föld, ágyunk vissza a legére. Kunyhót is áll, ágyat is áll, kastélyt is az idegennek. Ő rajta faját könnyünk, messzi a tenger vizébe. Hűt akaró a magyar föld annak, ki itt összetörik, ő borul rá szívére. Thank you.
Kedves nézőink, Önök a városalapítási ünnepség felvételét látták, amelyet április 24-én az evangélikus templomban rögzítettünk. A híradó után kommentár nélkül című műsorunkban részletet láthatnak az orosházi fúvórzenekar 45. városalapítási hangversenyéből. Kedden este, május 6-án friss híradóval várjuk Önöket, jó hétvégét, viszontlátásra!